A különböző statisztikákhoz elengedhetetlen a kari intézeti adminisztrátorok segítségének igénybevétele, hiszen tudnunk kell azt, hogy a statisztikáknál adott esetben közös szerzőségeknél, akár egy intézeten belül, az intézeti statisztikában az mindig csak egyként jelenhet meg. Ezt, hogyha felsőbb szintre megyünk, kari szinten, illetve egyetemi szinten is. Tehát, hogyha a különböző statisztikákat keresünk le, akkor ne ijedjünk meg attól, hogy más lesz az intézetek által leadott statisztikáknak az összesítése, mint a kari lekeresés, vagy adott esetben a kari statisztikáknak az összesítése, mint az egyetemi lekeresés, pontosan ezeknek a duplikátumoknak a kiszűrése miatt. A K plusz E plusz I statisztikáknál intézeti szintű adatokat kell szolgáltatni, amelyeket a közlemények menüpontból nagyon egyszerűen és könnyedén lekereshetnek az intézet, illetve a kari adminisztrátorok, hiszen ehhez jogosultságuk van. Amikor ezt össze fogják vetni az MTMT adataival, ezek az adatok várhatóan és remélhetően meg fognak felelni, amely egy másik magasabb szintű hozzáférést igényel. Ehhez természetesen tudunk segítséget, illetve az ellenőrzéshez is segítséget nyújtani, hogy a lekeresett adatokat megnézzük, hogy az MTMT által a KSA-val egyeztetett statisztikai adatszolgáltatásnak megfelele, vagy legalábbis megközelíti-e azt az értéket. A keresési felület, a közlemények keresési felületen ki tudjuk választani. Mindenképpen célszerű, amit szoktam mondani, hogy a belső adatok is látszódjanak, hiszen nem biztos, hogy már mindenki jóvá hagyta a minden nyilvános és intézményi nem nyilvános adatot. Az adminisztrátorok többsége ezt a feladatot már többször és rendszeresen használja, akár a szerző nevének keresésére, szerző publikációnak, illetve amikor hozzárendeli a szerzőhöz az intézményeket, ezt is meg fogom mutatni nagyon röviden, hiszen ezeket oktatások során már elsajátították. Visszatérve a statisztikára. Amikor valamely intézetet szeretnénk lekeresni, akkor természetesen ki kell választanunk, hogy melyik intézetnek az anyagát. Itt most azt a tippet kaptam, hogy ha már Tolvaj tanár úrral játszottunk, akkor az fizikai intézetnek a statisztikai adatát kérjük le, annak ellenére, hogy nem tudjuk, hogy már biztos mindent feltöltöttek a 2014-ben, de azért megreszkírozzuk ezt a kérdést. Fizikai és elektrotechnikai intézetet, tehát kiválasztottuk az intézetet, és 2014-re kell lekeresnünk az adatokat, azaz itt fölül. Ne tévesszem meg senkit, az intézménynél beállított évszám, ez az úgynevezett historikus rendszerhez készült, miszerint amikor különböző szervezeti átalakítások történtek, bekérték a szervezet változását, fejlődését, átalakulását, és ez alapján próbálnak egy úgynevezett historikus fa rendszert létrehozni. A keresési felületen miután beállítottuk az intézetet, be tudjuk állítani az évet is, és mint említettem, ne erre fókuszáljunk, mert az a historikus fának a szerepét tölti be. És amikor elvégezzük a lekeresést, akkor láthatjuk, hogy jelenleg 6 publikációt közöl az fizika intézet. A statisztikai adatok elkészítésénél feltétlenül szükséges, hogy ellenőrizzük, hogy valamennyi oktatóhoz hozzá van-e rendelve az intézet, amelynek égisze alatt, illetve amelynek dolgozik, illetve amelynek alkalmazásában áll. Ehhez azt a verziót kell választanunk, hogy lekeressük az adott intézet dolgozóit ugyanezen a felületen. Természetesen beállítom, mint látható, a minden nyilvános és intézményi nem nyilvános adatot. Ezzel célszerű kezdeni. Itt most évszámot nem állítunk be, hanem egyszerűen lekeressük. Mint látható,
279 publikációt jegyez az Fizika és Elektrotechnika Intézet, és itt tudjuk elkövetni az intézmény részleg hozzárendelésénél, hogy valamennyi oktató valóban oktatónál szerepeljen az intézet is. Itt újra be kell állítanunk magát a kart, hogy csak és kizárólag azon nevek jelenjenek meg, mert első lépcsőben megjelenik mindenki, akivel bármilyen közös publikációt készült a Fizika és Elektrotechnika Intézet dolgozóival. És most látható és ellenőrizhető, hogy valóban ezek a kollégák a Fizika és Elektrotechnika Intézetnél dolgoznak-e, illetve mindenki szerepele, aki ott áll alkalmazásban. Amennyiben ellenőriztük és mindenki ott van, akkor és valóban, akkor célszerű az összes találatot megejteni egy oldalon. Ez egy kis időt vesz igénybe a rendszernél. És utána, amikor ezt a rendszer elvégezte, akkor mindegyik szerzői név megjelölésével, még a gép dolgozik, kijelölhetjük, hogy valamennyi oktatónál jelenjen meg a Fizika és Elektrotechnikai Intézet, mint olyan. Amennyiben már valahova máshova volt rendelve, hiszen máshonnan jött és ott elvégezték ezt a hozzárendelést, abban az esetben nem kerül felülírásra, hanem megmarad az eredeti és már beállított intézet megnevezése. Mindegyik szerzői név megjelölése, láthatjuk is itt mindjárt olvajtanár úrnál, őnála nem fog ez változni, nem fogja fölülírni, de ha valaki más is dolgozott, akkor természetesen nem fogja megváltoztatni, csak és kizárólag ott, ahol még ez nem történt meg, és hozzárendeljük az intézethez a nevet, illetve a szerzői nevet az intézményhez. Ezt a gép automatikusan elvégzi, és akkor biztos, hogy valamennyi oktatónknál szerepelni fog, hogy a Fizika és Elektrotechnikai Intézet alkalmazottja volt 2014-ben, illetve most visszamenőlegesen is ezt elvégezzük, mert megtehettük volna, hogy csak a 2014-eseket keressük le. De most éppen azt szeretnénk kiszűrni, hogy ne csak azok jelenjenek meg, amelyeknél már oda van rendelve, hanem azok is, amelyeknél még nem történt meg ez a hozzárendelés. Ezt a szerzők saját maguk is elvégezhetik, körlevélben is ezt erről tájékoztatást adtunk. Az kissé hosszadalmasabb, hiszen a rekordnál be kell mennie a szerzői nevekhez, ott az intézetet magához rendelni, illetve kijelölni a legördülő menübe, és utána elmenteni, és ismételten nyilvánossá tenni és jóvá hagyni. Még a gép dolgozik, kicsit lassan, de azért el fogja végezni ezt a feladatot.